Üdv mindenkinek! A következőkben a görög mitológia főbb istenségeiről lesz szó. Úgy tervezem, hogy két részben dolgozom fel ezt a témát. Most ebben az első videóban csak Zeus testvéreiről lesz szó, és a következőben pedig Zeus gyermekeit is átveszük röviden. Tehát először következzék egy áttekintés onnan, hogy hol hagytuk abba az előző videónál, aminek egyébként az a címe, hogy a világ és az Istenek keletkezése a görög mitológiában. Abban a videóban odáig tárgyalom a történetet, hogy Zeus a testvérei segítségével, testvérei, illetve a küklopszok segítségével legyőzi a saját apját Kronost és átveszi az uralmat a világ felett. Ha emlékeztek, akkor úgy szólt a történet, hogy Kronosz, aki annak idején a saját apját győzte le, félve attól, hogy ugyanarra a sorsa jut, mint az apja, Uránosz, lenyelte született ö, gyermekeit egészen odáig, amíg a felesége rejje ezt meg nem unta, és Zeust, miután megszületett, titokban fölnevelte Krétán, és helyette egy követ adott. Kronosznak. Így Zeus felnőve mérget adott az apjának, aki fordított sorrendbe kihányta korábban lenyelt gyermekeit, és így Zeus át tudta venni az uralmat a föld felett. Na, tehát elevenítsük föl, hogy Zeus testvérei voltak Hestia, Démétér, Héra, Poseidon és Hádész. Tehát ők a főbb istenségeknek, ha úgy tetszik, az első generációja. És ebben a videóban róluk lesz szó. A továbbiakban pedig fogunk még beszélni Zeus gyermekeiről. Ugye Zeus saját nővérét, Hérát vette nőül, és neki is nemzett gyermekeket. Ahogyan már korábban is mondtam, ezen nem érdemes fennakadni a görög mitológiában, hogy időnként van benne némi vérfertőzés, ez többször előfordul. Zeusnak és Hírának összesen négy gyermeke született, de ezek közül kettő az a fontos, akiről majd fogunk beszélni részletesebben, Héphaistos, illetve Árész. De Zeusnak más nőktől is született számtalan gyermeke, akik közül többen is bekerültek a fő istenségek közé, róluk is fogunk majd beszélni részletesebben, most csak egy összefoglaló kis ábrában Láthatjátok itt őket. Na, tehát kezdjünk is bele ebbe az első részbe, és nézzük meg a görög mitológia főbb istenségeinek az első csoportját. Ennél természetesen jóval több, egyébként 12 vagy 13 istenséget szoktak a főbb istenek közé sorolni. Ennél jóval több halhatatlan lény van a görög mitológiában. Tulajdonképpen, ahogyan ezt már mondtam korábban is, ez egy feneketlen, mély út, számtalan történet, számtalan lény, számtalan figura. Most ezekből tényleg csak egy nagyon-nagyon-nagyon, um, hogy mondjam, szűkített válogatást fogunk átvenni, ami szerintem azért az általános műveltséghez hozzá tartozik, illetve érettségén előkerülhet. Na nézzük az elsőt a legidősebb Kronosz gyermekei között, Hestia, ő egy istennő, és azt szokták mondani, hogy a legszerényebb tulajdonképpen az olimposzi istenek között, ő nem nagyon vett részt a testvéreinek a torzsalkodásaiban, nem véletlen, hogy viszonylag kevés műalkotás foglalkozik vele, pedig egy elég fontos pozíció volt az övé, az otthon és a családi tűzhely védelmezője volt. Ő neki magának nem voltak gyermekei, ő örök szüzességet fogadott. És érdekesség még, hogy Prométeusz, aki ugye ellopta a tüzet az emberek számára, Hestiától lopta el ezt a tüzet, és ezzel Zeus szörnyű haragra gerjesztette, aki nagyon durva módon meg is büntette őt, ahogyan azt majd később fogjuk tanulni. Ugyanakkor, amióta Prométheusz ellopta Hestia tüzét, azóta gyakorlatilag minden családnál szent tűz ég. Tehát van egy ilyen szépsége ennek a történetnek, hogy azóta Hestia, aki egyébként a római mitológiában Vesta, Néven szerepel, minden háztartásban ott van, és minden háztartásra vigyáz. Aztán a következő testvér, akiről beszélünk, ő Démétér, ő is egy istennő, a földművelés és a növényi termékenység, a szüret, az aratás, a betakarítás istennője. Ő neki Zeusztól volt egy lánya, Persephone, akit a másik testvére Hádész elrabolt magával, és levitt az alvilágba, ahonnan Persephone nem tudott feljönni, hiszen evett a holtak eledeléből. Emiatt Déméter viszont akkor a haragra gerjedt, hogy terméketlenné tette a földeket, és akkor rájöttek a testvérei, a többi is, hogy ez így nem lesz jó, és akkor kerestek valamilyen kompromisszumos megoldás, hogy azért Hádésznak is legyen felesége, de azért a, az emberek se halljanak éhen a földön a terméketlenség miatt. Aztán egy olyan dílt hoztak össze, hogy az év kétharmadát persze a, a földön töltheti, akkor van egyébként a világban tavasz és nyár, és az év egyharmadát viszont lent tölti az alvilágban hádésszal, és akkor fönt a földön tél van, ősz van és tél. Egyébként maga Démétér egy egy méltóság teljes, nyugodt ö, nőalakként szokott ö, ábrázolva lenni, hogy ilyen szépen belezavarodjak ebben a mondatba. tehát ő egy ilyen, ilyen higgadt, méltóság teljes nőalak, nagyon sokszor mutatta jelét a, a jóságának, meg a kegyességének, de azért, aki vétett az ő szabályai jellem, vagy aki valamilyen módon megsértette őt, azért kegyetlenül büntetni is tudott, ha arról volt szó. És a rómaiaknál pedig Cérész néven szerepel meg. Hát, hogyha beszéltek idegen nyelveket, akkor egy csomó nyelven a, a cereals, vagy egyéb nyelveken olaszul is a, a csereáli, az, az, a gabonaféléket jelenti. Tehát ilyen módon meg fennmaradt az ő neve is. A következő testvér Héra, aki ugye Zeusnak a felesége is volt, ő az olimposzi istenek királynéja, Zeus nővére és felesége, és mint ilyen a házasság és a családnak, a házasságnak és a családnak a védelmezője. Egyébként egy nagyon jó feleség volt, és nagyon szívén viselte a családnak a sorsát, ugyanakkor nagyon rossz néven vette Zeusnak a csapodárságát, és bizony-bizony azért Zeus szeretőinek, ahol csak lehet, ártott, és a tőlük született gyermekeinek is elég sokszor keresztbe tett. Tehát egy nagyon féltékeny feleség volt mind a mellett, hogy a családnak a védelmezője. Tehát ő egy nagyon erős női energia, ha úgy tetszik, a görög mitológiában. És ugye azt mondtam, hogy három, négy gyerekük született Zeuszá pontosabban megoszlanak a források. Egyes források szerint Héfaisztoszt Héra szerelem nélkül önmagából szülte, és Héfaisztosz annyira rút volt és sánta, hogy, hogy letaszította az Olimposzról Héra szegény Héfaisztoszt. Szóval egy ilyen ellentmondásos figura volt, ezt elfelejtettem a diára kiírni, de a rómaiak Juno néven emlegették őt, és ő is a főbb istenségeknek az egyike. Aztán a következő testvér Poseidon, ugye amikor a három fiú testvér, Poseidon, Hades és Zeus legyőzték Kronoszt, és a, az alvilágban, a száműzték, akkor felosztották maguk között a világot, ugye zeus lett az ég és a föld, hades lett az alvilág, és Poseidon lett a tengerek ura. Tehát az ő, ta, u, az ő uralma alá tartozik mindenféle vízilény és mindenféle vízi istenségek, halhatatlan lények, mint például a najádok, akik ugye a nimfáknak a vízi változatai, a tenger alatt voltak Poseidonnak a, a, palotái, és ő maga pedig lóvontatta szekérrel, száguldott a hullámok fölött. Volt neki felesége, Amfitrité, őről viszont a kevés szó esik, de ő is azok közé, az Istenek közé tartozott, akiknek nagyon sok nőtől, nagyon sok gyermeke született. És hogyha a természetét nézzük, akkor ő egy ilyen mogorváb, ilyen eléggé haragtartó, bosszúálló istenség, és nagyon sokszor keveredett viszályba a testvéreivel, tehát nem igazán volt jó a viszony a fiúk között, hogy így fogalmazzunk. És a rómaiak pedig Neptunus szal azonosították, tehát a római mitológiában Neptunus néven lehet megtalálni őt. A következő testvér Hádész, ő az nagy osztozkodásnál ő kapta az alvilágot, vagyis a holtak birodalmát. Ezt a birodalmat többféle módon is elválasztja a földi világtól. Egyrészt ugye van az Akeron folyó, ami át kell kelni, illetve ott van még Kerberos, aki egy háromfejű kutya, aminek a nyakán kígyó Tekereg, a farka pedig egy ilyen sárkányszerű lény, szóval egy ilyen borzasztó szőn őrzi az alvilág birodalmát. A hádész alattvalói közé tartozik Káron, a révész is, aki ugye átviszi a, a holtakat az alvilágba. De más alvilági lények is tartoznak hádész keze alá, mint például az erinnűszök akik lemennek az alvilágba, azok többnyire nem jönnek vissza. Nagyon kevés hősnek sikerült ezt a bravót megtenni, hogy visszatért az alvilágból, például Orpheus, vagy Héraklész vagy Tézeusz, illetve, hogyha olvastátok a Percy Jackson-t, akkor tudjátok, hogy ő is sikeresen visszajött az alvilágból. Hádésznek a másik neve Pluton, és a rómaiak is Plutónak, illetve Disz Disznek is hívták, tehát Plutó, illetve Disz néven lehet vele találkozni, és ahogy mondtam, Démétér lánya Persefóni volt a felesége, aki nem önként ment hozzá, hanem elrabolta őt a földről Hádész, és magánál tartotta az év egyharmadában. És végül, de nem utolsó sorban beszéljünk Zeusról, aki a fő istenség a görögök mitológiájában ő az Istenek királya, az égnek és a földnek az ura. Ahogyan mondtam, titokban nevelkedett Krétán, egy barlangban és egy kecske táplálta, tehát egy kecske nején nőtt fel, és amikor felnőtt, akkor pedig, ahogyan mondtam, a küklopszok és testvérei segítségével legyőzte apját. Egyfelől egy egy pozitív korszaknak a kezdetét jelenti Zeus. Ahogyan a korábbi videóban is mondtuk, ugye a, a világ létrejötte, után született mindenféle óriások, félelmetes lények, meg ez az egész ilyen furcsa, nagyon sok szempontból nyomasztó világ, az még egy sokkal sokkal inkább az embereknek a félelmét, a káosztól való félelmét, az ismeretlentől való félelmét fejezte ki, és ebben a, ebben a félelem teli világban teremtett végül rendet Zeus uralma, tehát bizonyos szempontból egyfajta aranykort jelent az, hogy, az, hogy Zeus uralomra került, és elhozta valamiféle rendezettség, valamiféle jog és igazság idejét, a világ számára. Másfelől viszont, hogyha kicsit mélyebben belássátok magatokat a mitológiába, akkor azért látszik, hogy nem volt ő mindig annyira jó szívű és igazságos, sőt volt, amikor a hálát se ismerte hírből, sem elég például Prométeusznak a sorsára gondolni, aki segítette Zeuszt, ennek, idei, ennek ellenére, amikor ellopta a tüzet, akkor ugye nagyon kegyetlenül megbüntette őt Zeusz. Tehát, hogy egy ellentmondásos figura, ha úgy tetszik, vannak diktatórikus vonása is, de tény, hogy ő, ő a világura a görög mitológiában. Bár egyébként nagyon ritkán szól bele direkt módon az eseményekbe. Tehát ez az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ő a főistenség, istenség, viszonylag ritkán találkozni azzal, hogy ő így közvetlenül beleavatkozna, vagy ilyen, ilyen csetepatékban részt venne, ellentétben a testvéreivel és a gyermekeivel és a hatalmának a, hatalmát többek között oly módon erősítette meg, hogy nagyon sok halhatatlan lény volt az ő gyereke. Tehát, ha úgy tetszik, akkor, akkor tele nemzette a világot a saját utódaival, és ezzel tulajdonképpen megerősítette az uralmát az Istenek között. Tehát nagyon sok istennőtől és halandónőktől nagyon sok gyermeket született, köztük olyan nagy hősök is, görög szóval híroszok, mint például Herkules vagy Perzeusz. Ugye a héroszok a félistenek különleges csoportot alkotnak a mitológiai lények között, hiszen nem, nem halhatatlanok, viszont egyeteműen az emberek fölé emelkednek különleges képességeikkel és erejükkel. Na hát ennyi lett volna az első része ennek a két részből álló sorozatnak, amikor a görög mitológia főbb isteneit mutatom be. Mielőtt elköszönök, még szeretnék ajánlani egy nagyon jó forrást. Az a címe, hogy kikicsoda az antik mitológiában, azt hiszem ez a címe, de be fogom rakni a linkjét. Én azt annak idején, amikor én voltam gimnazista, Tóth Falusi István írta ezt a könyvet egyébként, én ezt nagyon sokat használtam, mert nem csak egy vázatos ismertetést ad a görög mitológiai alakokról, hanem, hanem a művészet ből is hoz példákat, illetve családfák is vannak benne, és az a jó, hogy az Arcanum oldalán ez hozzáférhető online, és kereshető, és egy nagyon jó forrás mindazok számára, akik szeretnének mélyebben elmélyedni a témában. Na, ennyi lett volna ez a videó, hamarosan érkezik a következő rész. Addig is sziasztok!